Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A mögöttem lévő kapuból valószínűleg elég egyértelműnek tűnik, de a Skoda évek óta elég rendesen benne van mindenféle bringás versenyek és bringás jamborik szponzorálásában, így például a Tour de Hongrie-ban is. Ezt a versenyt, ez egy magyarországi bringás körverseny, 1925 óta szervezik meg, nyilván mindenféle kihagyásokkal. 16-22, egyenként 6 fős csapat áll rajthoz, és nagyjából 5 vagy 6, 100 és 200 km közti szakasz nyomnak le. Volt olyan év, amikor 900 km volt az összversenytáv. Mi most itt vagyunk a Pilisben, így egy kicsivel Szentkereszt fölött, de még dobogókő alatt. A Skoda azért hívott meg minket, hogy adjanak egy halom biciklit, beöltöztessenek minket ilyen fancy országút is mezbe, és utána föltekerjünk az utolsó szakaszon, ez 5 km és 250 méter szintemelkedés. Soknak hangzik, mert hogy az is, főleg az én kisporolt testemnek, de szórakozásnak minden esetre jó lesz. Vannak itt mindenféle újságíró kollégák, Playertől, HVG-től, egyebektől, vannak skodás harcok, meg sportújságírók is érkeztek. Nagyon kíváncsi leszek. Úgy látszik, a szervezők hisznek a csehszlovák egységben, ugyanis a Skoda ugye egy cseh gyártó, de a bringánk az CTM, ez egy szlovák termék, egy középkategóriás cross trekking bicikli, megfelelően érzésem szerint felfújt gumikkal, még majd be kell hangolnom a testemre, de úgy döntöttem, picit csalni fogok. Ez az én titkos fegyverem, az SPD. Nyilván a Shimano-nak a szabványa, de lassan köznevesült, tehát az összes más, tehát az Eggbeatert, meg a Luke-ot, meg mindent így hív a köznyelv, hogy az ember SPD-vel megy. Nem, az SPD az csak egy szabvány, az a lényeg, hogy a cipőtalpán van egy mag, ami ide bepasszol, és lehet vele húzni is a pedált. Én ezt terepbiciklin használom, és most leszedjük ezt a pedált, amivel a gyári kerékpár érkezik, és a helyére tesszük az SPD-t, mert tisztességtelen előnyre akarok szert tenni. Profi versenyzőként nagyon fontosnak tartom a megfelelő energiabevitelt és a táplálkozást, ezért mindenféle proteinek és energiaszeletek vannak itt. Nem. Van wrap, meg szendvics téli szalámival, szóval jól látszik, hogy ez a rendezvény tényleg inkább a szórakozásról szól. Úgyhogy doping jellegebe is fogok küldeni egy presszó kávét, mielőtt nekivágunk a szakasznak. Gyerekkorunkban ugye mindig az volt a flex tárgya, hogy kinek hány sebességes a biciklije. Ez nyilván úgy keletkezik ez a szám, hogy összeszorozzuk a hátsó csoportkereket az első tányérkerekekkel. Ez itt most egy 27 sebességes rendszer. Nyilván 27 sebességet nem tudsz kihasználni, hiszen ha keresztbe állítod a láncot, akkor az mindenre jó, csak haladásra nem. Na de, ez egy sima egyszerű cross-tracking bicikli, könnyűfém váz, egy altusz váltó elől, hátul ez a Shimano-nak, hát a belépő felett mondjuk egyel-kettővel lévő váltója, és van rajta, ha jól láttam, szérián kívüli Shimano hidraulikus tárcsafék, ami alapvetően tök jó. Én ezt mondjuk többre tartom, mint mondjuk a SRAM-et, vagy egyéb hasonló áru termékeket. Ergonomikus markolat van, és van teleszkópunk, amit én ezzel a lendülettel kapcsoltam ki teljesen, hogy ne a tekerés erejét nyelje el, ahogy pumpálgatom. Még pár csavart meghúzok rajta, mert ez a markolat ez itt kicsit így motorozik. És egy ergomarkolatnál, ami ilyen felületű, az nem jó. Valamint állítottam nyeregmagasságot, ugye ez az egyik legfontosabb paraméter. Pro tip, úgy lehet jól beállítani, hogyha az ember alsó pedálállásban teljesen nyújtott lábbal áll a pedálon, akkor jó a magasság, hiszen a láb egyel a talp első részével tekerünk, és ilyenkor keletkezik egy kis törés a lábban, ilyenkor ideális a szög. Kaptunk ezt is, ami az én kisporolt testalkatomon különösen jól áll, hiszen ez az SS is kicsit lobog. Amúgy most, hogy fölvettem ezt a tapi felsőt, egyből úgy érzem, hogy föltartanék pár autóst. Meg hogy úgy nem vonatkoznak rám a kresszabályok. Kezd tetszeni ez az országúti élet. Nincs bajom az országútizással, csak mindenki otthon csinálja a négy fal között. Mindenféle viccet és rossz májúságot félretéve, szerintem kifejezetten menő, hogy a Skoda beáll a kerékpározás mögé, legyen szó rendes kerékpározásról, terepen vagy országutizásról. Szóval, hogy
Egy gyártó szerintem tényleg ezzel tudja hangsúlyozni azt, hogy komolyan számít neki a zöld gondolkodás, mert hát mi a legzöldebb autózás? Hát hogyha nem ülünk az autónkra, hanem bizonyos dolgokat, amikhez nem feltétlenül kell az autó, azt mondjuk biciklivel oldjuk meg. Szerintem ez az egyik leghitelesebb formája ennek a törekvésnek, és bízom benne, hogy majd terepversenyekre is el lehet menni Skodán keresztül, vagy Skoda érdekeltség révén, mert tényleg ez a szokásos sajtó bemutató közül egy ilyen kis jó kitekintés, és bele lehet kóstolni egy érdekes világba. Ez itt a melegítő bicikli, ami azért van, hogy az ember egy kicsit átmozgassa magát. Ezek amúgy szintén Skoda termékek, bár amennyire tudom, a Skoda az a cseh Superior kerékpárgyártónak a termékeit matricázza át. Hát a dekor király, van egy szokásos Tex görgőnk. Nem tudom, hogy vagytok vele, én egyszer próbálkoztam életemben ilyen görgővel. Nagyjából 10 perc után szálltam le róla, mert érzésem borzasztó. Most így átmozogni amúgy nem rossz. Hallottam olyan városi legendát, hogy a BMW behisztizett a Skodának erre a világító hűtőrácsára, ugye, ami az enyakon van, mert hogy amikor éjszaka megy és felkapcsolják, akkor kísértetésre hasonlít az X6 világító veseire. És mivel az X6 világító vesei valami nagyon magas esztétikai értéket képviselnek, ezért a Skoda ezt nem lophatja el. Most, hogy mi lett az ügy vége, azt nem tudom, itt megkérdeztem a skodásokat, ők erről nem hallottak, úgyhogy simán lehet, hogy tényleg városi legenda, de remélem azért a világító hűtőrácsból nem lesz trend. Amit viszont nem lehet eltagadni az országúti versenyektől, hogy mekkora elképesztő népünnepé tud belőlük lenni. Tehát mondjuk a Pro Tour futamokon, meg már azért itt a Tour de Hongron is vannak nyomai, mivel ezek lakott településeken mennek át, oké, nyilván egy kicsit megnehezítik a közlekedést, viszont nagyon sok ember kicsődítenek az út szélére, és lehet buzdítani, lehet ökörködni. Tehát például a Touron már külön kabala figurák vannak, akik egyes szakaszokon fixen mindig megjelennek, mert ez így összerántja az embereket, és azt hiszem ez a legjobb ebben az egész sportban. Na ide figyelj, Anti, hogyha már lezárták miatt ezt a falut, legalább nyerd meg azt a versenyt. Lenyomtuk ezt a kis mini futamot, 5,3 km volt 245 méter szintemelkedéssel, és hát meg akartam nyerni, mert bár nem a győzelem számít, hanem az, hogy az ellenfelek veszítsenek, de nem sikerült, sajnos a Sport & Move és a Telexes kolléga megelőzött, így még a vesztesek között is csak második lettem, de felértem 20 perc alatt. Arra minden esetre jó volt, hogy megmutassa, hogy mennyire eszetlen kemény ez a sport. Tehát a dobogókői emelkedők nem számítanak a Pro Tour versenyeken lévő emelkedőkhöz képest annyira durvának, mert ahogy tényleg azokon az autók sokszor megadják magukat, tehát mennek föl full terheléssel a versenyzők tempójában, nincs elég menetszél, egyszerűen elmelegszenek és ott állnak a kísérőautók a szakaszok mellett. Tehát, hogy mondjuk egy Pro Tour versenyen, amikor az Alpokban mennek, akkor simán ilyen 25-30-as átlagokat mennek a hegyi szakaszokon, ami embertelen, felfelé. Belegondolva abba, hogy nekem mennyire durva volt 20 perc alatt föltekerni Szentkeresztről ide Dobkőre, úgy nyomni ezt 100-150 kilométeren keresztül itt a Pirisbe, azért az elég húzós, és hát ugye Magyarországon többnyire sík szakaszok vannak, de épp ezért egy ilyen hegyi szakasz tulajdonképpen döntő lehet. Nagyon érdekesek a bringák. Ugye pár éve volt egy kis balhé abból, hogy használható-e tárcsafék, nem használható tárcsafék, ez most már nyilván eldőlt, tehát ilyen százas tempóval bringázgatnak lefele hegyekről, ott teljesen indokolt a féktárcsa, és minimum súlyhatár van, tehát 6,8 kilónál nem lehetnek könnyebbek a bringák. És az előbb itt megjelent Zürn Károly, alias Jacek, aki a 90-es, 2000-es években kezdte ezt az egészet, az biztos, hogy hallott a nevéről. Na, ő egy 6,4 kilós bringával jött, nyilván ő nem versenyző, hanem most itt kvázi hobbista, de hogy mindenki tud vásárolni könnyebb biciklit, mint azt, amivel itt a profi versenyzők mennek.
egészen durva katarzis a vége. Nézőként is, meg hát valószínűleg versenyzőként is, hiszen ezek a srácok ma háromszor megmászták a pirist, tehát több mint 100 kilométer van a lábukban, és a befutóba még 40-eket tekertek. Mert tényleg az utolsó centikért küzdöttek, tehát tényleg látszott, hogy a célvonalig ment a harc. Ez döbbenetes. Ezt élőben megélni és befutni, az a világ egyik legnagyobb élménye lehet. Most mondja közben a speaker, hogy Dina Marci a top 10-ben jön. Hazánk fia, nyilván Walter Atti is része ennek a mezőnynek, de az ő helyezését most pontosan még nem tudjuk. De perceken belül befutnak, és hamarosan kiderül. Most érték el Pilisszentkeresztet, onnan indultunk mi is az előbb. Hát azért el nem tudnám képzelni, hogy még 100-valahány kilométer után nekiálljak Szentkereszt után ide föltekerni. Szerintem bedobnám a bringát az árokba, aztán hozzanak fel autóval. Az utóbbi években nagyot nőtt a verseny presztízse. Most már komoly Pro Tour csapatok is megjelennek. Itt van például a Cofidis, az Ineos, az Israel, Bahrain, mert az itt szerzett pontok most már beszámítanak más szériákba is. A már emlegetett népünnepé miatt eszméletlen médiaértéke van a rendezvénynek. Tehát mentek fölöttünk a helikopterek, élőben közvetítik az egészet. A dobogókői térerő viszonyok miatt ott van fönt egy daru felállítva, amire kirakták a parabola antennákat a közvetítéshez. Brutál a technika, mert csak azt a technikát is érdemes lenne megnézni, amivel dolgoznak a közvetítők. A Bosch, a Red Bull, az Oakley, a Rudy Project, a Cofidis, a Continental, mindenki zsákszámra tolja bele a pénzt, mert vélhetően megtérül.